Na sziasztok srácok, elérkeztünk egy következő videóhoz, és hogy a tegnapi update-ed is nem említettem, a mai nap megnézünk egy jó kis extra nagy filmdoboz. Én azt a Power Defense-et választottam ki, ugye ez a kék a védőkről szól, tele van limitáltal is, meg mezdarabost is lehet nyitni, de először jöjjön az intro, és utána bontsuk ki ezt a jó kis dobozt. Szóval srácok, folytatjuk a Matchat extra bontogatást is, aztán most már tényleg lassan jön egy album de a hétre terveztem, de szerintem ez jövő héten jön össze, bár aztán lehet, hogy a hétvégén is meg lesz, attól függ, hogy hétvégén milyen videó lesz még az XXL Blister bontáson kívül, de most koncentráljunk a Match a nagy filmdobozra, váltsunk át az asztalra, hiszen már itt van előttem a Match a extra idei kiadásának ugye, ami Magyarországon nem jelent meg, Magyarországon kizárólag a Collector webshopban tudjátok beszerezni a Matchbox extra termékeket, újságosnál Tesco-ban nem, Magyarországon kizárólag a Collectornál van. Innen is köszönöm nekik, hogy kibonthatom ezt a jó kis nagy a Matchbox extra ugye idei szériás, van benne 65 kártya, 3 exkluzív ilyen Power Defense limitált kártya, ott van az egyik, pont a United védelme, ami meg, huha, Főleg ott megválja el, na mindegy. Illetve van itt még négy exkluzív limitált kártya, bocsánat, ha jól értem. Úgyhogy szép kék dizájn kapott, nagyon szépen meg van vágva itt a doboz is. Itt van ugye a másik, a Power Attack PSG Trióval, az is azért elég durva. Lehet nyitni benne aláírt kártyát, Chromix kártyát, jöhet mezdarabos is. Úgyhogy teljesen jó ez a doboz. Úgyhogy én azt mondom, hogy ne várjuk tovább, hanem bontsuk ki. Nézzük meg, itt van ez a jó kis fekete hátulja van ugye, ahogy oh, itt a Mechatax dobozoknál az extra, meg megszokható újra hasznosított fémből, nagyon jó, igazából a fémdoboz ez egy klasszikus uh, doboz, és úgy tűnik, hogy nincs benne ez darabos, na se baj, így is nagyon jó. Három külön papírcsomagolás, csukjuk vissza a fémdobozt, tegyük ide. Félre totál megfeledkeztem a bontásra ez darabosról igazából, hogy lehet benne, pedig előbb mondtam, és ott is van, 32 dobozonként lehet nyitni, ez kicsit ő, ő kisebb az esély, ugye a simánál 32,7 volt. Na de bontjuk az első ilyen előre csomagolt, papírba csomagolt pakkot, ugye eddig ilyen átlátszó fóliában volt, de szerencsére a tops ezt lecserélte. Na de, van egy grill és action highlight, utána Havertz Chelsea, aztán squad update a Tottenham-ből, Fan Bronkhorst manager, utána Sarabia squad update, aztán egy övékét Fabian Ruiz, van itt egy Stanisic a Bayern-ből, aztán Militau Real Madrid, van egy Bamba a Lille-ből, van egy short sure Service Piqué Barca, utána Álvarez Ajax, alatt a Lipcséből Starburst André Silva, egy fordítás, Danilo a PSG-ből, utána Camavinga Real Madrid, Royce Dortmund, még egy fordítás, utána Pau Torres Villarreal, aztán egy övéik a rangers újra fordítunk, Shirt Service Sterling City, Rhys James övéik ez mind, ez mind csillogós kártya, azt nézzétek meg, ennyi sima lap volt, ez elképesztő a topstone. Na de nézzük is. Kyle Walker, Mega Value, Ansu Fati, Out of This World, Immobile, Mega Value, Out of This World, Cristiano Ronaldo, Neuer Mega Value, illetve Wardy, Out of This World. Nagyon királyul néznek ki ezek a sötét hátterű zöldes kártyák. Sevillai döntő kártya, ugye, aztán The Signature Style Donnarumma, Stars of 2021. Van itt egy jó kis kristál paralel, nagyon-nagyon szuper. Uff, még mindig nagyon durván jól néznek ki Squad a viareálból. Úristen, srácok, ott mi jön, ott mi jön. Még hozzá egy Chromix kártya, puliszik, de előtte van még egy Man of the Match Heritage Pereira. Nagyon szuper. Alatta a Club donnaruma. Donnarumma, szintén nagyon király. Na de ez a Chromix kártya, Jézusom, puliszik. És ugye ebből vannak ilyen Számozott változatok is, mindenféle paralel, elképesztő. Már az első csomag nagyon durvára sikeredett. Ki is veszem minden, hogy ide lehessen pakolni a Nagyon Király kártyákat. Sőt, tehetjük igazából típus szerint is nagyon szuper. Ide jön a Mega Value, ide jön az Out of csak a csillogósokat tesszük itt típus szerint, hogy azért így látni, hogy mennyi jön egy-egy ilyen dobozból. Ezt a 100 klábot középre tesszük, így, 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 és most, hogy elrendeztem az asztalt, bontsuk is a következő nagy csomagot, és a végére hagyjuk a limitáltakat. Na nézzük, hogy itt mire lehet számítani. Ott már lesz a következő krisztál. Elképesztő ez a doboz. Short Service Henderson, aztán egy Young boys Action Highlight, még egy Action Highlight, csak Tottenham Kane, aztán Sarri Manager kártya, Lazaro, Lacroix, van egy Jules Koundé Sevilla, utána egy Ibra Milan, aztán egy Alfonso Davis Bayer, egy Moiskin Juventus, Pochettino PSG, ugye Neres Ajax, nagyon király, a bézlapokat tesszük is oda. Van itt egy Ten Hag Ajaxból, utána Vili Orbán, nagyon király, aztán Skriniár, utána Mourinho, fordítsunk még egyet, csak már leteszem ezeket a kártyákat, na ugye itt kiessenek a kezemből. Sportingo Squad update, utána Napoli és hát ezeket fordítsuk meg. Van itt még egy Dele Alli Squad update, utána Mane Starburst, illetve Daka Action Highlight a leges legvégén. Azért elég sok Bézkártyát is lehet nyitni, de a csillogósokból is, hátsok egy ilyen nagy findobozra rendesen meg lehet a gyűjtemény. Grisman Out of This World, aztán Insigne Mega Value, nagyon szuper, utána Kimmy Out of This World, meg Mega Value, Declan Rice Out of This World, illetve ilyen meg Mega Value, még a leges, legvégén, ami ezt a Mega Value per Out of This World csillogósokat illeti. Hattrick Hero and kunku. nagyon király, utána nem is tudom, ahova tegyem. Van itt egy signature sign Neres az Ajaxból, aztán Holland, Hetrick Hero, viszont itt van egy jó kis Crystal Parallel, Trippier, Atletico Madrid, nagyon király, egy Delani Man of the Match Heritage kártya, és a végére egy 100 Club Legend, Skulls, nagyon durva, két Club srácok, egy Chromix kártya, hát Hát nem lehet panaszkodni. Elképesztő durva jó ez a nagyfilmdoboz. Úristen, alig várom, hogy nyissuk a következőt. Nézzük a különleges limitáltakat, amik csak ebben a nagyfilmdobozban találhatók meg. De jól néz ki! Upamecano! Milyen RGB effekt van rajta! Milyen design. Jézus ilyen képregény stílusú! Nagyon durva! De van itt egy Power Defense Heroes a united és... Oké, okay, összetapadtak, azt hittem már. Van itt egy Ramos limitált kártya, illetve egy Ruben Dias még a legvégén, úgyhogy így néznek ki a különleges limitált kártyák, itt ráterítem mindenre, elképesztő durva ez a nagy filmdoboz. A Tops nagyon komoly szériát rakott le az asztalra, nagyon eltalálta. Wow, Chromis kártya, dupla száz főleg az egyik legenda, dupla kristál nagyon-nagyon sok csillogós, ezzel meg lehet búszolni rendesen az albumot. Úgyhogy srácok, ez lett volna ez a mai videó. Ha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot like és iratkozzatok fel a csatornára. Szerintem elképesztő ez a nagy filmdoboz. Tényleg, nem nincsenek szavak. Úgyhogy srácok, találkozunk holnap egy következő videóban, addig is legyetek jók. Link a leírásban a kollektorhoz, ha ti is szeretnétek ilyen nagy filmdobozt venni. Találkozunk holnap, addig is legyetek jó, Sziasztok!